Megkezdődött a 2011-2012-es bajnokság az MB3 Dráva csoport együttesei számára. A Nagyetádi Futballklub felnőtt csapata első bajnoki meccsét hazai közönség előtt játszotta. A fiúk Mohács gárdáját fogadták a Mudin Imre Sportcentrumban. Mivel ebben az évben fennállásának 100. évfordulóját ünnepli az NFC, minden hazai bajnoki mérkőzésen egy-egy öreg fiú végzi majd el a kezdőrúgást. Az első találkozón a 90 éves Somogyvári Ferenc végezte el az első rúgást. A két csapat a hosszabb felkészülést követően magabiztosan lépett a pályára. Az első félidőben a vendégeknek sikerült megszerezniük a vezetést, majd egy 11-est ítéltek a bírák a házigazda együttesnek, melyet Vukán Nikolicsnak sikerült értékesítenie, így 1-1-es döntetlennel vonultak pihenőre a játékosok. A szünetben, míg a csapatok az edzői utasításokat kapták, a közönségnek az U13-as korosztály tartott bemutatót. A második játék részben a fejüket is fogták a közönség soraiban ülő szurkolók, mikor több zicsert is kihagytak az atádiak. Az utolsó percekben ismét egy szabálytalanságot követett el a mohácsi csapat, melyet újabb büntetővel jutalmaztak a bírák. Vukánnak a második 11-est is sikerült értékesítenie, így a mérkőzés végeredménye 2-1 lett a nagyatád javára.